Nos, kacok, akkor üdvözöllek titeket újra a Half-Life végigjátszásom következő, vagyis második epizódjánál. Remélem, hogy a előző napi, illetve az előző epizód, az a kis bevezetés meghozta a kedveteket. Folytassuk is akkor innét, ahonnan abba hagytuk. És nem kell aggódni, nem 15 perces epizódok lesznek. Az csak egy kis bevezető rész volt. Én arra utazok inkább, hogy hosszabbak legyenek. Olyan 20-30 percesre szándékozok egy részt csinálni. És azért gondoltam arra egyébként, hogy így menet közben ezeket kihozom, illetve hogy elkezdem a sima Half-Life-ot is a Brutal mellett. Please, get to the surface as soon as you can and let someone know we're stranded down here. You'll need me to activate the retinal scanners. I'm sure the rest of the science team will gladly help you. Yeah. Na gyere. Fine. You won't even know I'm here. I'm slowing you down, right? Végre követni kezd. Szóval azért indítottam ezt így el még a Brutal Half-Life mellett, hogy legyen egy kis viszonyítási pontotok, hogy hogy is néz ki az alap, illetve az, illetve miben másabb, miben jobb, miben kevésbé jó az egyik a másiktól. F6-tal kell gyors menni. Oké. Na ezt mindenképp ki akarom várni. Igen, még egyet fog lőni. És sikeresen kijutottunk hibamentesen, úgyhogy haladhatunk is a sztorival. Hoppá! Nem hiszem, hogy ennél most legugolnom kéne, csak átszaladni és szétütni itt a dolgokat. Lőjünk rá felé, nektek úgyis annyi. Ugye, mint látjátok, már itt az első fegyverünk, de ennél hamarosan lesz jobb is. Meg is szereztük. Oké, 17 töltényünk van így elsőre, és alig látom ezt a célkeresztet. De már szembetűnő a nehézségi fokok közti különbség a mod és az alapjáték között. Hármat lőttem. Hármat lőttem, és meghalt az ellenfél. Ennyi. Illetve nem kell azzal szórakozni. Várjunk csak. Van egy idegesítő dolog, amit jobb, ha kikapcsolok. Hol vagy? Ez nekem nem kell, én tudok magam is célozni hibátlanul. Ja, hogy nem? Jajj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 
akarod, akkor semmi probléma, legyen bent az autóim, majd megbeszéljük később. Ez azért érdekes volt minden esetre, de nem állok levitázni a játékkal, úgy néz ki itt is vannak kurcsa hibák. Na. Kollégára rádölt. És még maximum van az életem. Hiába alak. Nagyba örül magának, hogy legyőzte, és erre a nyakába ugrik a másik. Hadd nézzem csak, hogy van itt valami extra. Nincs, akkor csak nyuglődj ott magadban. Itt viszont van extra. Szereztünk némi töltényt, és szeretnék újra tölteni. Miért nem lehet ezt lövés nélkül? Ezek szerint az alapban is benne van egy-két furcsa hiba.
Nem baj, legyen akkor automata célzás. Nekem megfelel. Franc, hogy kiszalad a célvonalból. Oké, robbantani fog. Nesze. Oda most... kell ide bemenni? Wow! Egy pillanat! Na azért, már azt hittem, hogy nincs sebzés. Ja, nem ezt akartam, át akartam váltani. Sima fegyverre. Ne pazaroljon itt a dolgokat. Na, bírsz közelebb jönni? Ó, szegény. Vagy csak hülye vagy egy kicsit, nem baj. Több esélyem volt itt téged legyőzni. Itt azt hiszem... Ja, tudom, hogy mit kell itt csinálni. Közben eszembe jutott csak. Ez vissza kell hozni egy barátunkat. És akkor szerzek csak lőszert. Hello. Már nincs csak. Hogy felugrott? Na gyere! Gyere, légy szíves, mutasd meg, hogy be tudsz engedni. Ne légy ennyire kényelmes, jó? Úgy néz ki, hogy be tud engedni, és így legalább akkor némi lőszerem is lesz. És bónuszként egy kis gránát. Oké, prof. Te itt el leszel. Oké. Nem firtatjuk. Visszajött alukálni. Kész. Itt is van bent vendégünk. Aki szintén meghalt. Ott is van egy kis vendégünk. Itt ennyi a változás, hogy nem nagy, hanem kis fejrák van. De nem kellett volna különösebben foglalkozni vele. Hey! Te büdös bunkó. Az autóim se azért nem működik mindig úgy, ahogy ezt elvárnám. Na. Viszont, hogyha innen kijutottunk, ami itt fog megtörténni, akkor mász már ki, Gordon, te. Oh, már meg is indult a kolléga. Vele nem nagyon kell törődni, inkább spóroljuk meg ezt a kevés kellőszert magunknak. Jó, azt lehet, hogy ellövök mindent, úgy töltök újra, hogy fegyvert váltok. Nem indítom meg ezt a vackot, hanem gyors mentés. És itt van egy olyan trükk, ami nem biztos, hogy elsőre sikerülni fog. Hogy el kell ugrani a végén, és már lent is vagyunk az nélkül, hogy magunkra engedtük volna a szörnyecskéket. Egy kivételével persze. Nem tudom, hogy benézzek-e a kollégához, inkább, mint ahogy mondtam, spórolnék a lőszereken. El van ott magában, eljátszik magával, szóval ez köpni fog. És halni is. Ez a beszéd. Most kell nekem egy feszítővas. Sokkal másabb, gyerekek, ez a játék, mint a moddolt verziója. Ezerszer másabb. Azt hiszem, itt lezárult a téma. Én életbe többet nem mondom ezt a szerencsétlen játékot. Hopp!
Talán kicsit zavaró lehet az automata célzás, majd ezt mondjátok meg utólag, hogy mit csináljak vele. De nekem egyelőre úgy tűnik, hogy jó, hogy be van kapcsolva. Másik irányba kell mennem. Ó, viszont... Ez legalább, mint látjátok, megsebződött. Ugye a modban ezzel is rengeteg szívás volt, hogy ezek nem akartak sebződni. Annyi, hogy itt most nem tudunk rugdalozni, hogyha szükségünk van rá. De legalább cserébe van gránátunk. Mintha ott nem tudtam volna felvenni. Na szóval. Utca neki. Hol vagyok? Remek jó helyen ezek szerint. Itt azért gyors mentek, mert ezt egyszerűen nem biztos, hogy elsőre hibátlanul fogom csinálni. Oké. Minden ugrásnál, bár ugye meglátjuk, hogy ez kell-e. Basszus. Sikerült, jól van. Tűnés innét akkor. Töltsük ezt is be. Na és akkor haladjunk szépen a korral. Jöhet az office komplex. Itt is szerintem már győztesen jövünk ki. Mint mondtam, az irányítás is teljesen normálisan viselkedik. Nem úgy, mint a másiknak az esetében. A nehézségi fok is úgy van, ahogy kell, és én megint nem pazarlok lőszert, egyszerűen csak megvárom, még belesétálnak a villámokba, aztán én magam elindulok. Idebe. Itt volt valami extra elrejtve? Aha. Ott a kollégánál. Megpróbálom megnézni. Egy kis lőszer, de nem tudom, hogy mennyire érdemes. Megpróbálom. Wow! Csak megdobott, oké. Ettől durvábbra számítottam, hogy őszinte legyek. Erre. Oké, ez nem éri meg. Hagyjuk a viharba. Megmondom őszintén, nem is jöttem be soha, most csak a videó kedvéért megpróbáltam összeszedni azt a vaszkot, de hát van éppen elég lőszerünk ahhoz, hogy kibírjuk nélküle. Igen, onnan jövök. De nem oda tartok vissza, úgyhogy hagyjál békén. Így. Akkor idebe, ahol villany vár minket. Ez, ebből egy keveset kibírunk. Sehol ne lépjünk vízbe persze. Még akkor se, hogyha az ellenfelek azt akarják. Oké, megy ez. Jaj, villanykapcsoló. Oké, most már mehetünk. Derekomám. Amint színre lép, szépen levadászom, és ott a végső. Kit kinyírok. Itt pedig folyamat nyomni kell, ugye a kontrollt már különben felácsorgunk és ledarálja a fejünket ez a ventilátor. Ezt akkor pont úgy megnézhetjük magunkat, mint kis barátocskánk. Aha. Ezt kapcsoljuk le.
És automata célzást bevetve szépen kinyírok mindenkit. Na, nekem itt kéne tovább mennem, azt hiszem, de előtt ezt megteszem. Dugulok a sörétesemért, nem, hogy elfelejtsem, hogy itt van. Ezt meg már csak hobbiból verem szét. Sörétes. Úgy néz ki, megtorpannak az ellenfelek is néha, hála az égnek, így legalább kevesebb az esély, hogy kinyírják. Hey! Volnál szíves beengedni az helyet, hogy szétlövöd a hátsón. Oké, okay. Itt talán már nem kell kiugrósdit játszani. Ez az maximum élet. Nem, jól van. Ide lent mi is vár? Élettöltés. Páncélzat. Ez is jól jön. Egyelőre ebből több lövedékem van, szóval ezt használom még. Barni, te pedig maradhatsz eljeden, nem kell utánam jönnöd. Annyit még észrevehettetek, hogy nem az alapmodellek vannak beállítva, hanem a HD verziók. Nem annyira profik különben a kinézetüknél fogva, de... Nekem most megteszi így, hely? Nem fogsz velem szembeugrani. Na, azt hittem már nem száll le róla soha. Itt lent is vár minket egy kolléga. Oda bent. Ja, most nyírtuk ki. Akkor minek kellett ide föl? Mindegy. Itt elméletben aktiválódni kéne valaminek. Na, erről beszéltem. Oké, okay, és most kivárom, amíg leáll a drága lövöldözős dolog. Ha, nem jött össze. Némi lőszer. Ide is, és itt vissza tudnék menni, ugyebár de tök fölösleges. Úgyhogy inkább megvárom, amíg ez kikapcsol. Mondanám, hogy oda megyek, de nem muszáj, szóval. Találd már el. Azért az aim assist se mindig olyan tökéletes. Vagy auto aim, ahogy a játék nevezi. Egy kis segítség, ami jól jött. Barnit itt hagyom, hadd lazuljon. Kisebb harapásoktól még nem ijedek meg. Szuper volt. Ez a beszéd. Nagy harapások mennek, szinte megsüketülök tőlük. Ha már engedi a játék és nem fagy ki folyamat. Hol van a haverod? Kicsit körbenézek itt. Mindenkire azért nem pazarlom a lőszert. Hello! Mennyit még én is kibírok. Nekem is az a véleményem, csak pont nem érdekel a dolog. Ok,
kedves doktor. Nagyon jól jön különben ez a dupla lövés, és nem tudom, figyeltétek-e, de még nem nagyon haltam meg, ami a játékot illeti. Hopp. Titeket át szeretnélek ugorni, jó? Gyerekek, hogy mennyivel másabb itt a médium, mint ott. Nem győzem hangsúlyozni. Oké, itt lent van egy haver. Idézőjelbe. Hello. És már fel is dobta a talpát. Lőszer. A gránátokból úgy néz ki, tele vagyunk. Ennek örömére megjött a társaság. Nagyon jó. Oké, akkor haladhatunk is tovább, én amondó vagyok, mégpedig... Hol is lehetett itt tükközni? Azt hiszem ez most kimaradt. Ja, itt voltak ellátmányok, de ez most elmarad. Na, történjen már meg. Még egynek kell lenni. Hopp. Grafikai bugot látnak szemeim. Érdekes. Remélem nincs több ezekből. Ja, várja. Ez az. Akkor duplát lövök, inkább az sokkal hatásosabb dolog. És legalább most helyben vagyunk. Na, itt annyit megcsinálok, mielőtt akcióba lendülök. Egy, és van még egy ezek mögött. Na, ugrasz. Ha nem, akkor segítek rajtad, ilyen egyszerű. Már azt hittem, hogy ezt a kis vackot látom. Aha. Ahogy azt hittem, hogy nem bírok ki egy harapást tőled, kis mocsok. Ó, tudjátok, mit felejtettem el szerintem. Nem baj, legalább tiszta az út. Nem kell azzal szórakoznom, hogy mindenhol szörnyek várnak. Ez az, itt befelé. Tehát felé. Na mindjárt megjön megint, de addig is gyors mentés. És 92-esre fölment szépen. A powering. 90. Te! Most amortizáltad le a pajzsomat. Odalent meglepi várna. De én beszélgetek vele. Hi. Hi.
Ez más nagyon nem lesz itt, ami gond lehetne. Legalábbis reménykedem benne. Oké. Csak azokat lövöm itt ki, amelyek nagyon az utamba vannak. A többivel nem nagyon fogok szórakozni. Meg amik olyan tárgy fölött vannak. Ez a beszéd, már is nyertem egy kis töltényt. Innen kijutunk, akkor talán megdobódik az FPS is. Oké, és balra el, ugye? Jól emlékszem. Ha töltőzónak fog következni, akkor jól emlékeztem. Na, takarodj az útból. Igen, jól emlékeztem. Szuper. Kicsit megkéstél, barátom, ezzel a segítséggel. Lámpa le, mielőtt elfeledkezek róla. Na. Oké, most nagy ágyúra váltak egy kicsit. Hopp, az placsant egyet, állj félre az útból. Doki. Nem tudom, hogy miért nem gyógyítasz meg. Őszintén megmondom, különben őket ritkán használtam gyógyításra, mert inkább hisztiznek sokat, mint hogy segítenének, úgymond. Na, lássuk csak. Gránát. És most F6. Megint itt neki kell futni. Ő már nem bírja sokáig, azt magyarázza. Azt hiszem, hogy a létrához érünk, ő már el is köszön. Na itt ügyeskedve, óvatosan. Remélem jó oldalra jövök, igen. És ez a beszéd. Már is átjutottunk oda, ahova szeretnénk. És akkor türelmeteket kérem. Igen. Akkor ilyen 27-28 perces részek lesznek várhatóak, srácok, és innen fogjuk folytatni a következő epizódban. Ha tetszett, tudjátok a dolgotokat. Én már most élvezem különben, hogy jobb a célzás, mint a brutális verzióban. Úgyhogy örülök, hogy normálisan is végigvihetem a Half-Life-ot. Na de, következő részig köszöntöm a figyelmeteket, legyetek jók, sziasztok!